Roberto. Áldás békesség! Áldás békesség! Eszteres úr, mondana pár szót az református óvoda első családi sportnapjáról? Hát én olyan szempontból közelítem meg ezt a sportnapot, hogy a Bibliában benne van, hogy a keresztény élet is olyan, mint a sportolónak az élete. Fegyelemre tanít, pontosságra tanít, és lemondásra tanít. És a lelki életben is ugyanezekre a tulajdonságokra szükségünk van, és én örülök, hogy a sporton keresztül a gyermekek nevelődnek arra is, hogy lelkileg is, a magatartásban is meglegyen ez a fegyelmezettség, ez a kitartás, mert a sportban még ugye hervadó koszorúkat nyerünk el, de a lelki életben hervadhatatlan koszorú is a miénk lesz, amit a mi Teremtő Istenünk ad nekünk. Köszönöm szépen! Kérem szépen! Áldás békesség! Áldás békessége! Hogy érzi magát tanárni? Fáradtam egy kicsit, de jól, köszönöm szépen! És te hogy érzed magad? Hogy érzed magad? És mi a véleménye erről a sportnapról a tanárnőnek? Szerintem nagyon jó ötlet. Egyrészt mert közösségformáló, másrészt mert megmozgat mindannyiunkat. És ez a sportnap a családot is összép hozzá egy kicsit? Remélhetőleg igen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Hogy érzi magát igazgató? Köszönöm én jól, mert nem csak igazgatóként, hanem szülőként is itt vagyok. Kis 3 éves fiam éppen ott versenyzik a 9 éves nagyfiammal, meg édesanyukájával, és látjuk éppen, hogy milyen jó hangulatú a verseny. Élvezik a gyerekek, egy nagyon jó bemelegítésen vagyunk túl. Egy kört futottunk a rekordtámpáján, utána táncikáltunk egyet, bemelegítettünk, és most pedig a verseny következik, és utána ezt a szép családi sport délutánt, amit itt a református óvoda kis gyerekeinek és szüleinek, családjainak szerveztünk a református kollégium sportcsarnokában. A végén egy piknikkel zárjuk, és a pikniken a Sándor család lőtt egy nagy vadat, és azt főzik éppen most meg, majd meg kell tekinteni, meg kell nézni kamerával is egy-két felvételt készíteni, milyen jól néz ki a pörkölt, és a kisgyerekek szüleikkel utána elfogyaszthatják, és egy jó hangulatú piknikkel zárul majd ez a családi sport délután. És igazgató úr is fog versenyezni? Igen, vannak körök, most 5 gyerek van beállítva a családtagjával, első versenyszámra, a másik csoport a Hajnalcsillag és a Szivárvány 5-5 gyereke szüleivel, utána lehet váltani majd, és akkor én is beállok, megpróbáljuk színessé tenni, és ötösével versenyeznek, a családtagok részt vehetnek, nem csak a szülők, nagyobb testvérek is itt vannak, és nagymamák, nagypapák is itt vannak, úgyhogy minden generáció képviselteti magát, és tud versenyezni, ha szeretne. Köszönöm szépen! Köszönöm!
Hogy érzed magad? Jól. Te is fogsz versenyezni? Igen. És melyikben szeretnél részt venni? Szivárvány csoporthoz. Szia! Hogy érzed magad? Nagyon jól érezzük magunkat. Részt fogsz venni a versenyben? Hát remélem, hogy beosztanak valamelyik csoportba. Feliratkoztunk, de majd meglátjuk. Mi melyik szeretne versenyt? Melyik csoportba jár? Hát ő a szivárvány csoportba jár, ő a középső csoport, ugye? Ja, és mi a véleményed erről a délutánról? Nagyon jó, én még soha nem voltam ilyenen, de szeretnék több ilyenen részt venni. Hogy nagyon jó kezdeményezés. Együtt mozognak a gyerekek, meg a szülők. Szia! Hogy érzed magad? Jól. És te már iskolás vagy, vagy még óvodába jársz? Iskolás. És a testvéreddel fogsz részt venni a versenyen? Igen. Szia! Hát ez most jó volt. Szia! Elment már a mai busz? Még meg se jött. Majd ezután. És hogy érzed magad? Én nagyon jól, fárasztóan a kicsi. Még körülbelül 2 hét a buszjárat. Fogsz versenyezni? Fogok, Krisen, hagynám. Apa, én is a kicsivel. Te is beszéljél. Apa, együtt. Jó. Tessék? Együtt mondjuk. Igen, versenyezünk együtt, mondjál. Valahol a konverszenelni, de apa nem enged, amikor mi... Hova lakják, és még nem kezdődik a verseny. Hello! Szia! Milyen érzés babakocsit tologatni? Nagyon jó. De a nagyfiam meg majd versenyezni fog. És te is indulsz vele? Nem, anyukájával fog. Ő azt szerette volna. És hogy érzed magad ezen a délután? Jól. Nagyon jó, hogy ilyenre van igény, és hogy ezt megszervezték. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Hogy érzed magad? Jól érzem magam, nagyon köszönöm szépen. És milyen versenyre neveztél be? Hát én az óvodásokkal vagyok itt, segítem a munkájukat az óvónőknek, a gyerekekkel versenyzünk itt a sportnapon. Ez az első sportnapunk, úgyhogy nagyon izgulunk. Hajrá, Refjovi! Mi a véleménye a sportnapról? Én nagyon jó dolognak tartom a sportnapot, mert a szülők és a gyerekek együtt mozoghatnak, és ez kell. Tanárnő versenyzett már? Én próbálkoztam, de Marci nem nagyon akart. Hogy érzi magát tanár úr? Még annyira nem jól, de már várom a 4. futamot, hiszen abban vagyok érdekelt. És mi a véleménye erről a napról? Hát ez egy rendkívül izgalmas, főként miután egy vizsgáztatáson vagyok túl, ezek után jöhet a családi kikapcsolódás. Óvodai körbe. Thank you.
Te lőtted a vadat? Igen. Egy héttel ezelőtt itt Bihari Gábor jóboltából, itt a mezőtúri vadászterületen sikerült elejteni egy körülbelül 50 kilós kansüldőt, és annak az orra hegyétől a farka végéig minden benne van ebbe a bográcsba. Kiegészítjük még egy kis vörösborral, illetve egy kis erdei vargánya gombával. Édesapám segítségével, mert én a kisfiammal még részt vettem ezen a sportversenyen is. És mi a véleménye erről a családi délutánról? Hát én nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt, mert ebben a rohanó világban legalább a család egy kicsit összekerül, illetve mozog, és azokat a plusz kilókat, ami a eltelt évek alatt ide az embernek a hasára kerültek, illetve a fenekére, azokat legalább be tudjuk egy picit dolgozni. Áldás békesség. Áldás békesség. Tartana egy rövid összefoglalót a ma délutánról? Hagyományt szeretnénk tenni ezzel a családi sport délutánnal, ami ma május 27-én volt első alkalommal. Szerintem nagyon jó hangulatban zajlott, szinte minden szülő, minden gyermek részt vett ezen a programon. Esperes úr nyitotta meg egy igei köszöntővel, és utána Mihalina László lelkész főigazgató úr mondott néhány kedves szót, köszöntő gyanánt, és utána indult a verseny két csapatban. 5 szülő, 5 gyermek versenyzett, és 4 futamon keresztül versenyeztünk, így minden szülő részt vehetett, meg minden gyermek részt vehetett, hiszen ez volt a célunk, egy egészséges családi sport délután.